A mondás úgy tartja, hogy ha a rántottát akarsz csinálni, akkor fel kell törnöd néhány tojást. Nincs ez máshogy a történetek esetében sem. Ha igazán erős érzéseket akarsz átadni, egy-két szereplőt meg kell ölnöd. Mondom, egy-két szereplőt, Mr. Martin. A videójátékok sem maradnak ki ebből, ott is számos karakter halála kapcsán kellett már zsepi után nyúlnunk elérzékenyülésünkben. Nézzük hát, melyek voltak a legtragikusabb elhalálozások a játékok történetében. Figyelem, a videó során esetleges spoilerekbe is ütközhettek. Miután az egész Red Dead Redemption története alatt végigkövethettük, hogy John Marston hidegvérű, kegyetlen bűnözőből szerető családapa lesz, különösen tragikus történetének vége. A saját farmján szorítja sarokba Edgar Ross, aki egy személyben szimbolizálja a bűnnel és vérontással teli múltját. John végül feláldozza életét, hogy a családja békében élhessen tovább. A Fallout 3-ban a kezdetektől a karakterünk apja, James körül forognak a történések. Amikor megszökik a Voltból, utána eredünk, hogy megtaláljuk őt a pusztában. Végül a játék végére sikerül megtalálnunk, és megtudjuk, hogy az a terve, hogy megtisztítsa a Washington DC romjai körüli vizeket, és újraélhetővé tegye a környéket. Az Enclave katonái arra akarják kötelezni, hogy adja át nekik a projektet, ám ő sugárzással tölti be a szobát, ezzel feláldozva magát is, hogy a gyermeke, a főszereplő, akit mi irányítunk, befejezhesse a projektet. A legelső Halo játéktól kezdve hűtársunk volt Cortana, a mesterséges intelligencia. Hangját, külsejét és személyiségét attól a Dr. Catherine Halsey-től kapta, akinek agyfelépítésére alapozták a programot, és aki annak idején a Spartan szuperkatona program kiötlője is volt. A Halo 4-ben azonban elkezdődik rendszerében a leépülés folyamata, ahogy eléri 7 éves életciklusának végét. Utolsó erejével azonban még segít Master Chiefnek, hogy megállíthassák az ősi Forerunner egyik embergyűlő képviselője, Dydek terveit. A Call of Duty első Modern Warfare játékának főszereplőjeként ismertük meg Soap McTavish-t, az SAS 22-es osztagának újdonsült tagját. A második játékban megint csak őt irányítjuk a fináléban, miután az addig főszereplőnek tűnő Roachot a játék végéhez közelítve megöli a játék főgonosza Shepard. A sorozat harmadik részében azonban Soapot is utoléri a végzet, és Makarov bombája, meg a korábbi sérülése miatti vérveszteség kapcsán meghal Captain Price karjai közt. Ahogy épp kirobban a CBI járvány a világon, Sarah és apja Joel menekülni kényszerülnek az otthonukból. A Last of Us relatíve hosszú intrója majdnem olyan szomorú és tragikus, mint az app bevezetője. A végén ugyanis Joel egy katonát akar meggyőzni arról, hogy ne lője le őket, mert egészségesek, és kislánya Sarah ráadásul meg is sérült menekülés közben. A katona végül viszont engedelmeskedik felettesei parancsának, és rájuk lő. Jellemző Jokerre, hogy valami furcsa vicc segítségével próbáljon bizonyítani valamit, csak véletlenül félre mennek a dolgok és belehal. A terv az volt, hogy bevesz egy mérget és bebizonyítja, hogy Batman puhány és meg fogja menteni az életét. Ám amikor úgy tűnik, hogy Batman mégsem adja oda neki az ellenszert, ami megmenthetné az életét, megpróbálja elvenni azt. Eközben azonban az ellenszer megsemmisül, és ezzel elúszik Joker lehetősége az életre. Az utolsó pillanatban ráadásul Batman elárulja, hogy amúgy megmentette volna az életét. Jól jellemzi ennek a karakternek a népszerűségét, hogy mind a mai napig vannak, akik csalásokkal, modokkal elintézik, hogy mégse halljon meg, és benn maradjon a játékban. A szegény virágárus lány lett volna az egyetlen, aki megállíthatja Sephirothot, ezért meg kellett halnia. Ráadásul most, hogy készül a játék HD remake-je, újra át kell majd ezt élnünk, csak most már szuper ray tracing-el és modern textúrákkal. Oké, ez a halál valójában elkerülhető, de csak abban az esetben, ha a legnehezebb nehézségi fokozaton játsszuk végig a játékot. Máskülönben a sztori végén, miután Max az egész játék során segítette szerelmét, a bérgyilkos Monát, hogy elmeneküljön az igazságszolgáltatás elől, mégis utoléri a végzete. Halálát még tragikusabbá teszi, hogy az a Vladimir lemlövi le, aki korábban végig Max barátjaként pózolt, ám mikor saját biztonsága került veszélybe, ellene fordult. Mona halála nem annyira meglepő, hiszen a sztori intrójában már félig meddig látjuk, hogy ez lesz a vég, de mégis tragikus, amikor a befejezés során új értelmet nyernek a nyitó képsorok. Itt a két név nem mind a két karakter halálára utal, hanem vagy-vagy. A GTA 4 végén ugyanis egy döntési lehetőség előtt állunk. Vagy elfogadjuk, hogy üzletet kötünk a játék főgonoszával Dimitrivel, vagy helyette bosszút állunk rajta. A
főszereplő Nico unokatestvére, Roman, az üzlet mellett érvel, míg újdonsült barátnője Kate pedig inkább amellett, hogy tartsa magát az elveihez. Bármelyiket is választjuk, az a karakter, aki arra a döntésre buzdított minket, tragikus halált hal miatta. Neki kellett lennie. Más rosszul döntött volna. Megmondom őszintén, amikor Mordin először bukkant fel a Mass Effect sorozatban, nem volt szimpatikus. Sztereotipikus, unalmasan sztereotipikus tudós karakternek tűnt. A harmadik részben viszont az egész története körbeért. Az életét áldozta fel azért, hogy a faja által kifejlesztett genetikai fegyvert helyrehozza és szimbolizálja a galaxis összefogását. Ha ez nem lenne elég, a halála utáni jelenetben ismét felcsendül a játék egyik legikonikusabb zenei aláfestése, ami önmagában is könnyekre készteti az embert. Ha egész ideig eljutottál a videóban, nagyon megköszönnénk, ha egy lájkkal és kommentel is jeleznéd felénk, ha tetszett. Ha nézni szeretnél még hasonló tartalmakat, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és nyomd meg a csengőt is, hogy biztosan ne maradj le az új feltöltésekről.